Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják csütörtökön este 19 órakor. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit röviden, egy-egy mondatban. Adományt gyűjtenek a horvátországi földrengések károsultjainak. A kecskeméti tanítóképzés helyzetével kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót az ellenzék. Nagy szükség van a Károli Gáspár Református Egyetem által Kecskeméten indított új szakokra. A horvátországi földrengés károsultjai részére indított gyűjtést a Bács-Iskun megyei önkormányzat és a Magyarországi Horvátok Szövetsége a megyében. A Kecskeméti Önkormányzat, a Bács-Iskun megyei Polgárőrszövetség és a Bács-Iskun megyei Polgári Védelmi Szövetség is részt vállalt a gyűjtésben. Várhatóan hétvégén indul útjára a kamion az összegyűjtött adományokkal. A karitatív kezdeményezés eredményéről csütörtök délelőtt tartottak sajtótájékoztatót a megyeháza előtt. Még Kecskeméten is érezni lehetett azt a földrengést, amely december 29-én rázta meg Horvátországot, és amit aztán január elején újabb földrengések követtek. Sérültek és halálos áldozatok is voltak. A Bács-Kiskun megyei önkormányzat és a Magyarországi Horvátok Szövetsége úgy döntött, hogy segítőkezet nyújt a károsultaknak. Mindenkiben ilyenkor megmozdul a belső segíteni akarás, hiszen azért, ha belegondolunk abba, hogy Horvátországgal jó pár száz éves kapcsolat állami keretek között kötötte össze a két országot, másrészt pedig jött a magyarországi horvátok megkereséséről, hogy szükség van-e arra, hogy a megye hogyan tudná összefogni azt, hogy a települések közösen adakozzanak, közösen segítsünk, hiszen a megye összefogása azért ez egy plusz lehetőséget biztosít a településeknek is. A karitatív kezdeményezés eredményéről csütörtök délelőtt tartottak sajtótájékoztatót a megyeháza előtt. A gyűjtéshez a Kecskeméti Önkormányzat, a Bács-Kiskun megyei Polgárőrszövetség és a Bács-Kiskun megyei Polgári Védelmi Szövetség is csatlakozott. Helyi szinten Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester koordinálta a gyűjtőakciót. Felhívást intéztünk a városban működő civil szervezetekhez, magánszemélyekhez, cégekhez, és ehhez szép számmal csatlakoztak. Mi a magánszemélyek, a Osanáruház, a civil kerekasztal is szervezett gyűjtést, a Máltai Szeretetszolgálat is. Az alpolgármester elmondta, Horvátország ugyan nem tartozik a visegrádi négyek közé, de az elmúlt években példaértékű együttműködés alakult ki Közép-Európában, és ha bajba kerül egy partnerünk, erkölcsi kötelességünk és jól felfogott érdekünk segítséget nyújtani. Dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun megyei Polgárőrszövetség elnöke kiemelte, hogy a pandémiás időszakban a polgárőröknél a karitatív szerep került előtérbe. A megyében több helyen is gyűjtenek a földrengés károsultjai részére. Mészáros Zoltán, a Bács-Kiskun megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke pedig elmondta, hogy ugyan jelentős adományozó tevékenységet folytatnak, ők mégis más elv alapján működnek. Azonban a híreket hallva rögtön segíteni szerettek volna a bajban lévőkön. Emiatt külön projektet indítottak, és csatlakoztak a horvát károsultak számára indított gyűjtéshez. A szervezőknél érdeklődtünk, hogy pontosan mire is van szükség, és akkor elhangzott, hogy élelmiszer, takaró, különféle egészségügyi cikkek, gumicsizmák. A vezetőségünk úgy döntött, hogy az utóbbira fókuszálunk, 50 pár gumicsizmát szereztünk be, és ezt adományozzuk. A megye több pontjáról érkeztek adományok már. A gyűjtés központja Baján van, azonban Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy abban az esetben, ha valaki nem tudja oda elvinni a felajánlást, szívesen segítenek ebben. Az önkormányzatok, szervezetek még péntekig jelezhetik, ha adományt szeretnének küldeni, hívta fel a figyelmet dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés alelnöke. Hozzátette, a felhívási listán azok a dolgok szerepelnek, amelyeket a horvátok kimondottan kértek. A kamion várhatóan hétvégén elindul az adományokkal. A Szövetség a Hírös Városért Egyesület képviselői arra kérik a Károli Gáspár Református Egyetemet, hogy amint lehet újra hirdessék meg a tanítószakot Kecskeméten. Az ellenzéki frakció mai sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy szeretnék biztosítottat látni a tanítóképző főiskolai kar jövőjét. A frakció politikusai attól tartanak, hogy a már korábban kifejezett aggodalmuk bebizonyosodni látszik.
A kecskeméti tanítóképzés helyzetéről tartottak sajtótájékoztatót a Szövetség a Híres Városért Egyesület képviselői. A politikusok szeretnék, ha a Károli Gáspár Református Egyetem újra meghirdetné a tanító alapszakot városunkban. Az egyetem néhány nappal ezelőtt egyébként azt nyilatkozta levélben szerkesztőségünknek, hogy nem tervezik a tanítóképzés megszüntetését Kecskeméten, a szociális és egészségtudományi kar keretében pedig szociálpedagógus és szociális munkás szakot is hirdettek. A fenntartóváltás kapcsán Király József azt mondta, szomorúnak tartják, hogy az állam kezd lemondani a különböző oktatási intézményeiről. Hozzátette, a pedagógus képzőkar olyan helyre került át, ami úgy látszik, hogy egyelőre nem jó gazdája. A képviselő arról is beszélt, hogy nem csoda, hogy kevesebben jelentkeztek az elmúlt időszakban tanítószakra, mivel a pedagógus szakma a megbecsültség perifériáján van. A szakmának vissza kell adni a becsületét, szögezte le Király József. Dr. Tóth Szilárd adatokat hozott a munkakínálati oldalról, amelyekkel a pedagógus hiányt igyekezett érzékeltetni. Azt mondta, a hiány helyi szinten is jelentkezik, amelyet a kecskeméti tanítóképzés tudna enyhíteni. Az utánpótlás szempontjából nagy labilitást vetít előre a kialakult helyzet. A képviselő azt is hozzátette, hogy nem érti, miért a kecskeméti alapszak szüneteltetése mellett döntött az új fenntartó a nagykőrösi képzőhely helyett. Dr. Tóth Szilárd azzal érvelt, hogy a nagykőrösi tanítószakra maximum 16 embert vesznek fel a felvi.hu adatai szerint, miközben Kecskeméten ennél mindig jóval többen voltak, akik a tanítóképzőkart választották. A segítőpályára felkészítő képzéseket szeretné megszilárdítani Kecskeméten a Károli Gáspár Református Egyetem. Idősek, szenvedélybetegek, fogyatékkal élők körében, a család és ifjúságvédelem területén kamatoztathatják tudásukat azok, akik a szociális munka vagy a szociálpedagógia szakot végzik el. A Károli Gáspár Református Egyetem azzal a céllal alapította 2019-ben a Szociális és Egészségtudományi Kart, hogy az erre a területre tartozó tantárgyakkal és képzésekkel erősítse társadalmi szerepvállalását. Az újdonságként induló szociális munkás képzés elsősorban a szociális intézmények, idős otthonok részére, hajléktalan ellátásra, fogyatékos személyek és szenvedélybetegek ellátására képez szakembereket. A szociálpedagógia szakon végzettek iskolai, óvodai segítők lehetnek, illetve felkészítik őket a családvédelem, a család és ifjúság segítés területére. Nem gondozókat képez, tehát nagyon sokan ugye, amikor szociális munkásra gondolnak, akkor azt gondolják, hogy ott egy ilyen, tényleg egy szociális gondozói képzésről van. Nem, itt egy diplomát adó felsőoktatási képzésről van szó, amely végén egy diplomával rendelkező és a szociális jóléti ellátó rendszerben elhelyezkedni tudó diplomát fogunk adni. A képzést előzetes felmérések és a helyi munkaerőpiac miatt is indították, mivel nagy hiány van a szociális területen jó szakemberekből. A képzések tantárgyai sokrétűek, szociológiai ismereteket, szociálpolitikát, egészségügyi ellátórendszeri ismereteket és szociális jogot is tanulhatnak majd a hallgatók, illetve minden fél évben gyakorlaton kell, hogy részt vegyenek levelező képzésen is. Nagyon nagy előszeretettel például légitársaságok érdeklődtek, és tudok olyat, aki utána a légitársaságnak az ügyfélszolgálatán dolgozott, pont azért, mert a szociális területen végzett hallgatók sokkal inkább empatikusabbak, sokkal inkább megértőbben tudtak odafordulni a problémához. Korábban az egyetem tanítóképző főiskolai karán működött szociális munka és diakónia szak, ami a segítőpályára készítette fel a hallgatókat. Az új tanévtől nagykörösen a hitéleti szakokat erősítik, Kecskeméten pedig a szociális munka és a szociálpedagógiai képzéseket szeretnék megszilárdítani. Mint arról kedden beszámoltunk, 2022. februárjában indul a fegyvertervező és gyártó szakiránya a Neumann János Egyetemen. Az országosan is egyedülálló képzésről dr. Fülöp Tamás rektorral beszélgettünk. Életpályamodellt kínál a Kecskeméti Neumann János Egyetem. A kedden aláírt együttműködési megállapodás értelmében új szakirány indul el a felsőoktatási intézményben, az országban egyedülálló módon.
A képzéseink vonatkozásában ez tulajdonképpen a gépészmérnöki alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzési, illetve szakirányú képzésnek a megteremtését jelenti az intézményünk esetében. Itt tulajdonképpen egy fegyvertervező, egy fegyvermérnöki irányban gondolkodtunk közösen, és ennek a gyakorlati megvalósulása pedig a rendelkezés álló ipari kapacitásoknál történhetne. Az új szakirány nem csupán a középiskolák végzőseinek továbbtanulását szolgálná, hanem a diplomások körében is lehetőséget biztosítana a továbbképzésre. Már egyébként gépészmérnök, illetve műszaki végzettséggel rendelkező szakembereknek a továbbképzésében is gondolkodunk. Ez a szakmérnöki továbbképzés lenne, amikor a meglévő tudást, a meglévő alaptudást egészítenénk ki egy olyan szakmérnöki képzés, ami kifejezetten a fegyvertervezéshez kapcsolódik, és utána ez a fajta gondolkodásmód, illetve a gyártástechnológiai ismereteknek a kiterjesztése alkalmassá tenni az itt végzett hallgatókat arra, hogy ebbe az iparágba elhelyezkedjenek. A szakirányjal és a továbbtanulási lehetőségekkel bővebben Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Digitálisan tartja meg nyílt napjait a Neumann János Egyetem január 14-én és 15-én. Emellett az Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás is a virtuális térben várja a felsőoktatás iránt érdeklődőket január 21 és 23 között. A GANF képzéseit január 14-én 10 órától egy körülbelül 60 perces élő adáson keresztül ismertették a KAR Facebook oldalán. A gazdaságtudományi kar nyílt napja 14 órától kezdődött két blokkban a Teams alkalmazás segítségével. 14.30 és 16 óra között az alapképzésekre vonatkozó tájékoztatóval várták a vendégeket, 17 és 18 óra között pedig az MBA mesterképzés mutatkozott be. A Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar online nyílt napja 2021. január 15-én délelőtt 10 órától délig lesz látható, szintén a Teams alkalmazáson keresztül. Részletes információkat az egyetem honlapján és a karok közösségi oldalán találhatnak. Az egyetem az idén online formában jelentkező edukáció nemzetközi oktatási szakkiállításon is képviselteti magát. Ezen a virtuális eseményen is tájékozódhatnak a képzési kínálatról azok, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak részt venni a kari nyílt napokon. A kiemelőben részletesen szólunk a témáról. Vendégünk lesz dr. Kovács Lórán dékán az egyetem képviseletében. Önkénteseket keres a kecskeméti mentőállomás. A mentők munkáját elsősorban önkéntes diszpécserként lehet segíteni, áll a Cédrusnet Kecskemét felhívásában. Egészségügyi felsőoktatási intézményben tanulók viszont a koronavírus minták levételében is közreműködhetnek. Önkéntes diszpécserként segítheti bárki a kecskeméti mentők munkáját a koronavírus miatti nehéz időszakban. A Cédrusnet Kecskemét felhívása szerint minden nap 10 és 18 óra között van szükség plusz segítségre. A mentőállomás pedig elkülönített helyiséget és minden szükséges védőeszközt biztosít. Mivel a mentőszolgálathoz naponta átlagosan 2-300, sűrűbb napokon 6-700 koronavírus mintavételi kérelem érkezik a megye területéről, minden segítség jól jön a mentőknek. Dr. Szekeres Antónia, a kecskeméti mentőállomás vezetője korábban elmondta, elsősorban a betegszállítás irányítás az, ahol önkéntesek is végeznek munkát, a fő feladatuk pedig a mintavételek szervezése, mivel a mentőállomásra érkeznek be a kérőlapok. Ezek alapján értesítik ki a pácienseket, betegeket, hogy mikor és hol történik a mintavételük, valamint hogy mit szabad tenni és mit nem szabad a mintavétel előtt. Az egészségügyi felsőoktatásban résztvevők nem csak a telefonhívások lebonyolításában, hanem a minták levételében is segíthetnek a fix mintavételi pontokon vagy személyautóval. Aki szeretné önkéntesként segíteni a mentőállomást, az a 0676 500 648-as telefonszámon vagy a kapcsolat@cedrusnetkecskemet.hu e-mail címen jelentkezhet névvel és telefonszámmal. Elmaradt az ingatlanpiaci árzuhanás, amelyet 2020-ban sokan előrejeleztek. 2021 első negyedéve pedig adásvételek szempontjából szokatlanul erős lehet. Alig van olyan ingatlan típus, amely esetében áresésről lehet beszélni. Stábunk a legújabb kecskeméti ingatlanpiaci trendeknek igyekezett utána járni.
újépítési házakba, kertes házakba, családi házakba vándorolnak. Valastyán Mihály, a House 36 ingatlanhálózat értékesítője, a legújabb ingatlanpiaci trendekről beszélt stábunknak. 2020 nagyon változó év volt, mind eladás, mind vétel szempontjából. Az átlagárak nem mozogtak ennek ellenére nagyot, a Covid-járvány egy területen éreztette csak komolyabban a hatását. Megtorpant egy kicsit a piac, lelassult, de ez köszönhető annak, hogy a erkély nélküli egy- és kétszobás lakások tulajdonképpen beragadtak, az értékesítésük sokkal lassabb lett, ezáltal lejjebb ment az áruk. Az erkélyes és kertkapcsolatos lakások, valamint a családi házak iránt azonban határozottan megnőtt a kereslet, ami ellensúlyozni tudta a bizonytalanságból fakadó előre jósolt áresést. A negatívan induló ingatlanpiaci tendenciákat az állami támogatások fordították meg. Az irányban betérő 90%-a szerintem érdeklődik valamilyen támogatás, családtámogatás iránt. Kezdhetünk akár a babaváróval, a csok igénybevételével, a csok miatt, tehát nagyon sok fiatal, akik fölvez idén csokot, illetékmentességet kap, ezt is nagyon-nagyon sokan kihasználták. Decemberben már rengeteg előszerződés született, aminek a végleges adásvételi szerződése januárban, februárban kötődik meg, pont amiatt, hogy az illetékmentességet így tudják kihasználni. A használt nem makulátlan állapotú lakások iránt is megnőtt az érdeklődés. Ez azonban csak részben köszönhető az alacsonyabb áraknak. A kormány által bevezetett lakásfelújítási programnak köszönhetően sok kisebb tőkével rendelkező fiatal belemer vágni az ingatlan vásárlásba, még akkor is, ha csak felújítandóra futja a keret. Az állami intézkedések további nagy nyertese az újépítési ingatlanok piaci szegmense. Itt az 5%-os áfa kedvez az eladóknak és vevőknek egyaránt. Összességében az értékesítésben dolgozó szakemberek véleménye az, hogy 2021 első felében több adásvétel várható. Mindez azonban az árakban csak később érezteti majd jelentősen a hatását, éppen ezért azt tanácsolják a bizonytalankodók számára, hogy használják ki ezt a kedvező időszakot. Ha volt is reményünk, az pár perc alatt elillant. A Szolnok magabiztos játékkal remek dobó teljesítménnyel nyert Kecskeméten a Messzi István sportcsarnokban. A hatodik fordulóból elmaradt mérkőzését pótolt a szerdán a Kecskemét és a Szolnok. A vendégek második helyen álltak a tabellán 11 győzelemmel és 3 vereséggel. A piros-feketék kezdtek jobban, és félő volt, hogy alaposan megszórnak bennünket. Hamar 10 pont volt a hátrányunk, és ez megmaradt a negyed végére is. 13-23-ra folytatódott a játék. A Szolnok agresszív letámadásában nem tudtunk mit kezdeni, és ha nem is szereztek labdát, akkor is 6-8 másodpercet elvettek a támadó időnkből. 38-51-en ment pihenőre a két alakulat. A Szolnok 3 pontos mutatója 64%-os volt, a miénk csupán 36. A következő negyedben sem tudtunk közelebb kerülni hozzájuk, 56-74-en fordultunk az utolsó 10 percre. A Szolnok pontossága és agresszivitása cseppet sem csökkent az idő múlásával. Profi módon kézben tartották a meccset, és az utolsó negyedet is megnyerték. 5 nap alatt játszottunk 3 mérkőzést, és a csapat mind a 3 mérkőzésen maximálisan oda tette magát. Ez a mai napban ennyi volt, a Szolnok dinamikus játékával nem tudtuk kontrollálni, mindemellett nekik ehhez egy jó dobóforma is párosult. Az első fél időben már ki tudtak elejét alakítani, gratulálok nekik a győzelemhez, a játék minden elemében jobbak voltak. A Szolnok most már 12 győzelemmel és 3 vereséggel az élről várhatja a folytatást. Gratulálok mindkét csapatnak. Nagy erőket mozgosítottak a felek, és nagyon kellett a rotáció és a győzelemhez. Most pihenünk, és Szolnokon is a győzelem a cél, mondotta a szolnokiak vezetőedzője. A Kecskemét a szolnoki mérkőzés után Zalaegerszeggel látogat el, majd itthon 22-én ismét az Egerszeggel meccsel. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Megyeszerte gyűjtenek a horvátországi földrengések károsultjainak. A megyei önkormányzat és a Magyarországi Horvátok Szövetsége által indított akcióhoz a Kecskeméti Önkormányzat, valamint a Megyei Polgárőr és Polgári Védelmi Szövetség is csatlakozott. Érthetetlen a Károli Egyetem döntése az ellenzéknek. Szerintük nem Nagykőrösön, hanem Kecskeméten kellett volna elindítani a tanítószakot. Ezt ma délelőtti sajtótájékoztatójukon mondták.
Nagy szükség van a Károli Gáspár Református Egyetem által Kecskeméten indított új képzésekre, a szociális munkás és a szociálpedagógus alapszakokra. Mindkettőt levelező rendszerben lehet majd tanulni, de minden fél évben gyakorlaton kell részt venniük a hallgatóknak. Elmaradt az ingatlanpiaci árzuhanás, amelyet 2020-ban sokan előrejeleztek. 2021 első negyedéve pedig adásvételek szempontjából szokatlanul erős lehet. Alig van olyan ingatlan típus, amely esetében áresésről lehet beszélni. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan következik a kiemelő, amelyben vendégünk lesz dr. Kovács Lóránt, a Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikarának dékánja. Ezután a dr. Fülöp Tamás rektorral készített interjúnkat tekinthetik meg a fegyvertervező és gyártó szakirányról, amelyet országosan egyedülállóan Kecskeméten indítanak el a közeljövőben. Végül megmutatjuk, hogy versengtek egymáson online fodrász és kozmetikus tanulók Kiskunhalason. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a címe híros.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, éjszaka 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor megismételjük. Ezen kívül a kecskeméti.tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, köszönöm a esti megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra! Pénteken felhős időre van kilátás, a napi hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2 fok között alakul. Hózáporra csak a hajnali órákban számíthatunk, a nap további része csapadékmentes lesz. Délelőtt az északnyugati, délután az északkeleti szél élénkül meg. Szombaton mínusz 7 fokig süllyed a hőmérséklet, a legmelegebb időszakokban pedig mindössze 1 fokra van kilátás. Délelőtt tiszta lesz az ég, még napsütésre is számíthatunk. Csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz az északnyugati szél. Vasárnap kissé felhős idő várható, mínusz 8 és mínusz 1 fok közötti értékeket mérhetünk a nap folyamán. Délelőtt élénk lesz az északi szél, csapadékra nem kell készülnünk. Öt éve, 1966. január 14-én Kecskeméten hunyt el Vár István, jogász, jogtanár, újságíró, helyi történész. A híres városban született 1887-ben. Iskoláit szülőhelyén végezte, a református kollégiumban érettségizett és a jogakadémia hallgatója volt. Oklevele megszerzése után 1913-ban ügyvédi irodát nyitott Kecskeméten. Munkája mellett újságírással is foglalkozott, valamint verseket, elbeszéléseket és színműveket írt. Nápoly rózsája című darabját 1908 áprilisában mutatta be a Kecskeméti Színház. 1913-tól a Pesti Hírlapban is megjelentek cikkei. 1918-tól pedig a Kecskeméti Polgár című lap társszerkesztője volt. A két világháború között főképp a Kecskeméti lapoknak dolgozott. 1945 után a Bács-Kiskun megyei népújság, a Kiskunság és a Petőfi népe közölte írásait. Több munkája kéziratban maradt fenn. Heltai Nándorral közösen Kecskemét neves polgárainak legfontosabb életrajzi adatait is összegyűjtötte.
Jó estét kívánok! Folytatjuk a hírórát a kiemelővel. Ma este elsőként stúdióbeszélgetéssel készültünk önöknek. Dr. Kovács Lóránt, a Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikai karának dékánya lesz a vendégünk, akivel az egyetem idén online megszervezett nyílt napjairól beszélgetünk. Ezután következő anyagunkban dr. Fülöp Tamás rektor beszél majd a vadonatúj fegyvertervező és gyártó szakirányról, amelyet országosan egyedülállóan Kecskeméten vezetnek be 2022. februárjában. Végül megmutatjuk, hogyan zajlott az első online szépészkupa Kiskunhalason, ahol fodrász és kozmetikus tanulók versenyeztek egymással szebbnél szebb remek művekkel. Már is kezdünk! Idén online zajlanak a Neumann János Egyetem nyílt napjai, mint ahogy arról híradónkban már beszámoltunk. A részletekről dr. Kovács Lóránttal, a Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatik karának dékányával beszélgetünk. Jó estét kívánok, dékán úr, köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok. Hogyan lehet a képzési palettát online területen bemutatni? Hát ez nagy feladvány volt nekünk is, hiszen korábbi években arra alapoztuk a nyílt napjainkat, hogy behívtuk az intézménybe az érdeklődő fiatalokat, és ott a helyszínen néztünk egymás szemébe, amit én egy nagyon fontos dolognak tartok, illetve nézték meg azt a eszközparkot, laborhátteret, beszéltek hallgatókkal, oktatókkal, és így tájékozódtak. Hát erre most az idén nem volt semmilyen lehetőség, gondolnunk kellett egy merészet, hogy hogyan oldjuk meg ezt a dolgot, és hát átköltöztünk az online térbe. Mennyire sikerült? Milyen volt a nézettség? Van erről valami adatuk esetleg így az első nap után? Igen, amikor jöttem ide a stúdióba, éppen fölhívott a kolléganőm, hogy 1200-on állt akkor a nézettség, ami azt hiszem, hogy nagyon jó, mert a valós nyílt napokon olyan 3 és 500 közötti hallgató szokott eljárni hozzánk. Tehát akkor még többen is részt vettek a nyílt napon. Így van, hát persze ezt ugye nehéz úgy értékelni, mert van, aki lehet, hogy csak egy-két részletet néz meg, ugyanakkor az is lehet, hogy egy kép előtt többen is ültek. Tehát ezt... Fiataloktól kaptak valamilyen visszajelzést? Igen, eléggé pozitívak voltak, amit eddig kaptunk. Kollégák is hívtak, és úgy gondolom én magam is, aki ott részt vettem, nem csak kollégáimmal, hanem hallgatókkal közösen, hogy ahhoz képest, hogy milyen nehéz ez a helyzet, milyen nehéz egyik pillanattal másikra mondjuk tévéssé válni, ahhoz képest jól át tudtuk vinni azokat a mondandókat, amit szerettünk volna. Az online felületen ugye az interaktivitás létre tudott jönni, mert ugye a nyílt napnak pont az lenne a lényege, hogy face-to-face tudunk kérdezni, ami is adott eszünkbe jut. Itt volt erre lehetőség? Igen, úgy oldottuk meg, hogy előre összeállítottunk egy programot, ami végigkísérte az egyetem legfontosabb mondandóin, a szakjaink bemutatásán és a laborok bemutatásán keresztül a hallgatókat, illetve volt egy nagyon fontos kiegészítés, egy-két riportot bevágtunk olyan cégvezetőkkel, amelyek arról beszéltek, hogy a munkaerőpiacról milyen visszajelzés van a nálunk végzett hallgatókat illetően. És ez alatt végig lehetett cseten kérdezni bármilyen témakörben, illetve a végén ezekre élőben próbáltunk választ adni, hát remélem, hogy mindenkinek megnyugtatóan, illetve ez a lehetőség továbbra is megvan a Facebook csatornánkon keresztül, bármikor föl lehet tenni kérdést, és 24 órán belül válaszolunk mindenkit, megpróbálunk ellátni a szükséges információkkal. Milyen képzéseket kínálnak a Neumann János Egyetem karai a most felvételizőknek? Ha szabad még egy mondatra visszaugornék, igen, hogy persze. Természetesen ez az online nyílt nap, ez visszanézhető. Van egy YouTube csatornánk, ha valaki a GANF-ot beírja a keresőbe, rögtön ki fogja dobni, és így utólag is meg lehet nézni. Tehát az online adás, az élő adás rögzítésre került, és vissza lehet utólag is nézni, ha bárkinek most itt esetleg a beszélgetésünk kapcsán kedve támad, akkor... És lemaradt volna. Ajánlom bátran figyelmébe. Akkor most a képzésekről beszéljünk, tehát akkor milyen képzéseket kínálnak az egyes karok fő irányvonalakat először talán? Igen, én is úgy gondolom, hogy talán azt legfontosabb tisztázni, hogy a Neumann János Egyetem GANF kara jelen pillanatban 3 képzési szinten kínál különféle képzéseket. Az első a felsőoktatási szakképzés. Ez egy 2 éves típusú képzés. Az a célja, hogy viszonylag gyorsan
egy nagyon gyakorlatorientált képzési struktúrában minél gyorsabban diplomához jusson a illető kollega, és tudjon a munkaerőpiacra azonnal elhelyezkedni. Nyilván a képzés rövidsége az azért azt jelenti, hogy az nem tud olyan mély lenni, mint egy alapképzés, ami 3,5 év. Ez tekinthető mondjuk a felsőoktatás alapjának, ahogy ez a nevében is benne van, és erre épülnek mesterképzések. Tehát mesterképzéssel, alapképzéssel lehet tovább lépni. Szerencsére a GAM feljutott oda, ahogy az egyetemmé válásunk is jelezte ezt, hogy most már mesterképzés is van, a gépészmérnöki szakon tudtuk ezt elindítani. De az alapok talán mégiscsak a legfontosabbak, kezdjük a felsőoktatási szakképzésekkel. Ott informatikai területen van rendszergazda képzésünk és programtervező informatikusunk. Ezen kívül, ezek most a 2 éves képzések, ezek ugye? Két éves képzések, igen. És elindult egy úgynevezett műszaki felsőoktatási szakképzés, ennek nincsen ennél specifikusabb neve, de természetesen ennek vannak szakirányai. Ezek a szakirányok az anyagtechnológia, mechatronika és a gépgyártás technológia. Ezeken a területeken fognak ezek a kollégák tudni leginkább elhelyezkedni. Alapképzés? Ez a legfontosabb, mert most ide is be kell adni február 15-ig a jelentkezéseket. A leginkább régmúltra visszatekintő klasszikus képzésünk, ami 1964 óta töretlenül van, ez a gépészmérnöki képzés. Az elmúlt 10-15 évben erre jelentkezett a legtöbb hallgató, ez most a legnépszerűbb szakunk is egyben. Ezen kívül járműmérnök szakunk van, ami a gépészmérnökhöz hasonló ugyan, de a jármű specifikus ismereteket elég széles körben tartalmazza. Ezen kívül van mérnök-informatikus képzésünk, ez is nagyon népszerű, és a legeslegújabb szakunk a logisztikai mérnök. Ezek az alapképzések, és ugye említettük mesterképzésnek pedig a gépészmérnök képzést. Jó, tehát akkor bemutattuk a teljes palettát, ugye, egészen a mesterképzésig. A duális képzésről beszéljünk egy pár szót, aki esetleg nem ismerni ezt a kifejezést egy mondatban, hogy mit jelent, és milyen partnerekkel működik együtt az egyetem. Igen. A duális képzés az a gyakorlatorientált megközelítésünknek az ászlós hajója. Az a lényege, hogy nem csak az egyetem falain belül sajátítja el a tananyagot a hallgató, hanem ezt kiegészíti egy minden egyes fél évet követő gyakorlati ciklus, amit a kiválasztott cégnél tölt el a hallgató. Ez talán a legfontosabb ismérve ennek a képzésnek, hogyha valaki összeszámolja, hogy ilyen módon hány hetet tölt el a vállalatnál a hallgató, akkor az jön ki, hogy ez körülbelül egy másfél szemeszternek felel meg. Másfél tanévnek. És ez azt jelenti, hogy amikor ő kilép a munkavilágába, akkor már büszkélkedhet azzal, hogy nem csak egy egyetemi diplomája van, hanem egy munkatapasztalattal is rendelkezik, ami munkakultúrát jelent az adott cég szokásainak megismerését, a folyamatok megismerését, és ilyen módon ez természetesen annak a vállalatnak is nagyon kedvező, aki reményeink szerint majd egyben munkát is kínál annak a hallgatónak. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire jellemző az, hogy a hallgató annál a cégnél helyezkedik el utána, ott marad? Igen, ez eléggé jellemző, olyan 60% körül van az eddigi statisztikáink szerint ez az arány. Nyilván ebben az is benne van, hogy azért van, aki szeretne úgymond világot látni, máshol is kipróbálni magát, tehát vannak esetek, amikor a hallgató dönt úgy, hogy máshol folytatja a karrierjét, és olyan is van, hogy a vállalat nem annyira elégedett esetleg a munkájával, akkor ő nem feltétlenül kínál. Csak röviden, milyenek az elhelyezkedési esélyek az önöknél szerzett képesítések birtokában? Általában is nagyon jó, de nálunk talán az országos átlag is fölött is van, mintegy 6-7 az a statisztika, ami azt mutatja, hogy végzés után ennyi idővel helyezkednek el, kapnak munkát a nálunk végzett mérnökök és informatikusok. Tehát nem nyelvbotlás volt, 6-7. Igen. Jó, nagyon, 6-7, igen. Nagyon rövid idő, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag azonnal felszippantja őket a munkaerőpiac. Meg talán azt érdemes meg is elmondani még, hogy a 50-55% a hallgatóinknak már a végzés pillanatában is rendelkezik valamilyen munkahelyjel. Tehát már tudja, hogy hova fog menni.
Nem, már munkaviszonnyal rendelkezik, tehát már el is szegődött valahova, ami azt jelzi, hogy ugye eléggé keresettek, és jó a vélemény is egyébként a nálunk. Az iskolapadból felszippantják a cégek, igen, a munkaerőt. Egy feladatunk még maradt. A mai online nyílt napon volt egy kvíz játék, és ön azt ígérte ott, hogy most mondja el a nyerteseknek a nevét, akkor ezt kérem, tegye meg. Így van, már alig vártam ezt a kérdést, hiszen tényleg megígértük ezt a résztvevő hallgatóknak, és nagyon-nagyon sok, körülbelül 150 jó válasz érkezett, és a kollégáimmal egy sorsolást tartottunk a délután folyamán, és akkor az ígért névsor. Nagy Ádám István az Abonyi Kinizsipál gimnáziumból megnyerte a Hilti ajándékcsomagát, ami egy lézeres távolságmérőből és nagyon sok egyéb apró hasznos tárgyból áll. Ugyanezt a Hilti ajándékcsomagot kapja Zahar László János szolnoki szakképzési centrumból, és Juhász Bence a Ceglédi szakképzési centrumból. Én nagyon köszönöm a diákoknak is a munkájukat, a részvételüket, a figyelmüket, illetve a Hiltinek is azt, hogy ezeket az ajándékokat, mint az egyik legfontosabb duális partnerünk, fölajánlották. A Neumann János Egyetem GANF karának az ajándék csomagját egy VR szemüveg formájában Kövér Zoltán nyerte meg a szolnoki szakképzési centrumból, és szintén a karunknak a ajándékaként egy okos órát pedig Toderó Botond Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnáziumból. A kedves diákok, ha hallgatják ezt a műsort, akkor azt üzenem nekik, hogy e-mailben fogjuk őket keresni, és postán fogják a nyereményeiket megkapni. Ezúton is még egyszer hadd gratuláljak a kiváló válaszoknak. Mi is gratulálunk, és köszönöm szépen, dékán úr, hogy itt volt és bemutatta a nyílt napot. Köszönöm szépen a meghívást. Védelemipari Tudásközpontot hoznak létre a Neumann János Egyetemen. A kedden aláírt együttműködési megállapodásnak köszönhetően a GANF karon a tervek szerint 2022. februárjától indul a fegyvertervező és gyártó elnevezésű kurzus. Országosan is egyedülálló képzést nyújt majd a Neumann János Egyetem a fegyvertervező és gyártó elnevezésű szakirányával. Ez a lehetőség annak a kedden aláírt együttműködési megállapodásnak köszönhető, melynek folyamányaként Védelemipari Tudásközpont alakul ki az egyetemen. Ez egy óriási lehetőség az egyetem számára, hiszen egyedülálló képzést tudunk kínálni, országosan is egyedülálló képzést. Ehhez a szükséges ipari háttér itt rendelkezésre áll, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy középiskola is tudja támogatni, egy szakmai felkészítést biztosító középiskola is tudja támogatni az egyetemre érkező ilyen típusú szakirányú képzésben részesülő diákoknak a felkészítését. Ez egy nagyon jó lehetőség életpálya szempontjából is, hiszen egy felfutó ágazatról van szó Magyarországon, ahol nagyon erős a kutatásfejlesztés is, tehát úgy gondolom, hogy ha valaki karrierben gondolkodik az elkövetkezendő időszakban, és a műszaki pályát választja, akkor ezen belül egy nagyon hangsúlyos rész lehet majd a fegyvertervezési irány, és ebben a Neumann János Egyetem országosan is elsőként tud majd elindulni. Tulajdonképpen ez az igény az ipar részéről érkezett, hasonlóan, mint a duális képzés esetében. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy igyekezzünk ezeket az igényeket minél magasabb színvonalon kiszolgálni. Ebben ugye az oktatásmódszertani, a felkészítésben a gyakorlati képzési tapasztalatok megvannak, és ezeket kell majd összehangolni a következő időszakban, illetve a megfelelő oktatói állománnyal biztosítani a szükséges ismereteknek az átadását. A Neumann János Egyetem tehát egy életpályamodellt tud kínálni a műszaki szakirány iránt érdeklődők számára. A rektor hangsúlyozta, fontos, hogy a védelemiparágunk is magyar szakemberekkel legyen feltöltve. A fiatalok számára ez egy nagyon vonzó pálya lehet az elkövetkezendő időszakban, nem csak azért, mert egy biztos megélhetést, jövedelmet nyújt számukra, hanem azért is, mert ki tudnak teljesedni szakmailag ebben a pályában. Úgy gondolom, hogy a megszerzett tudás, a megalapozás az az egyetem részéről minden szempontból adott, és utána pedig, amikor majd elhelyezkednek ezzel a végzettséggel, akkor egy nagyon komoly karrier nyílhat meg előttük, és ez a karrier pedig egy folyamatos fejlődést, egy folyamatos továbblépést biztosíthat a számára. Ilyen szempontból nagyon fontos lenne az,
hogy Magyarországon a saját védelmi ipar fejlesztésében magyar fiatalok és magyar mérnökök is tudjanak részt venni, és ebben úgy gondolom, hogy nagyon elkötelezett az intézményünk is. Egyrészt jelentős mértékben a gépészmérnöki alapképzésre tud rá csatlakozni ez a szakmai irány, de természetesen a honvédelemmel való együttműködésben más szakmai területek is ugyanígy előjöhetnek. A védelmi ipar ilyen szempontból egy nagyon összetett, komplex iparágnak számít. Ennek vannak gazdasági vonatkozásai, vannak akár ellátási lánccal kapcsolatos vonatkozások, és természetesen vannak olyanok, amik esetleg az anyagtudománnyal, illetve más területekkel vannak összefüggésben, logisztika és más hangsúlyos területeket is ugyanígy említhetnénk. A hallgatóknak könnyebbség, hogy miután elvégzik az egyetemet helyben, Kecskemét vonzás körzetében már rendelkezésre áll majd az a munkahelyi lehetőség, ahol kreatívan tudják kamatoztatni tudásukat. Ilyen például a Kiskunfélegyházi fegyvergyár, a HM Arzenál elektromechanikai ZRT. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ebben a térségben rendelkezésre áll az az ipar, és egyre fejlődik az az ipar, amely tulajdonképpen fel tudja majd venni az itt végzett hallgatókat. Tehát számunkra ez az értelmiség megtartása, helyben tartása szempontjából is egy óriási jelentőségű, sőt, országos vonzerőt is jelenthet majd ez a pálya, illetve ez a képzés, hiszen egyedülálló az országban pillanatnyilag. Egy meghatározott ipari partnerrel tudunk együttműködni ebben, ahol valóban a gyakorlatban készülnek ezek az eszközök, ezek a haditechnikai eszközök, fegyverek, és hát természetesen ott van a csongrádi technikum is, ahol pedig a hagyományokat és a múltat nagyon szépen feldolgozva, természetesen a legmodernebb fegyverek működésével is megismertetik már a középiskolásokat. Tehát van egy olyan bázis itt a helyszínen, amire tudunk építeni, és tudjuk majd kibocsátani a hallgatókat ebbe az irányba. Igyekszünk minél több gyakorlatot a képzés szerkezetébe beépíteni. Ebben partnerként a Kiskunfélegyházi gyár mindenképpen meghatározó szereplő lesz, és dolgozunk azon is, hogy ezt akár duális képzés formájában meg tudjuk hirdetni, ami viszont azt jelenti, hogy a gyakorlati képzésnek egy jelentős része már ott a vállalatnál lenne. Nyilván itt az egyetemen alapvetően az elméleti felkészítés, illetve az az oktatástechnikai, informatikai és különböző eszközpark, ami rendelkezésre áll, az adott lesz a felkészítés során. Az elméleti tudást mindenképpen itt fogjuk tudni a hallgatók számára átadni, de a gyakorlatot az életben és természetesen a gyárban tudják majd élesben is megtapasztalni és elsajátítani. Nem újdonság az, hogy a hadi, a védelemipar területén kapcsolatban áll a Neumann János Egyetem a Honvédelmi Minisztériummal. A tavalyi évben egy új tantárgy indult el az intézményben. Az egyetemünk a katonai pálya népszerűsítésében mindig is komoly szerepet vállalt. Itt ugye a hallgatói állomány összetételében és nyilván a szakma területnek a sajátosságaiból adódóan sokan vannak fiúk, férfiak a hallgatóink körében. Az ő körükben nyilván népszerű lehet egy ilyen pálya, egy ilyen szakma. Természetesen nem zárjuk ki a hölgyeket sem ebből a szempontból, hiszen ők is kiváló teljesítményre lehetnek képesek. És az elmúlt tanévben pedig elindítottuk a Honvédelmi Minisztériummal együttműködésben a Honvédelmi Ismeretek tantárgyat, amely teljesen online, digitális módon oktatott tantárgyunk, és nagyon népszerű, szabadon választható tantárgy. Bízom benne, hogy ezeket a tantárgyakat választó hallgatók között is népszerű lehet majd egy ilyen szakma, vagy egy ilyen szakirány a későbbiekben, hogyha az alapdiplomájukat megszerezték. A tervek szerint a fegyvertervező és gyártó elnevezésű szakirányra 2022. februárjában lehet majd jelentkezni. Csattogtak az ollók és szépen fogyott a szemfesték, valamint a púder is a mai első online szépészkupán. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum idén hiánypótló, interaktív és egyben online versenyt hirdetett meg a szépségiparhoz köthető szakmák tanulói számára. A több mint 3 millió forint összdíjazású verseny különlegességét az adta, hogy a zsűri nem fotók alapján bírált, hanem online közvetítésen keresztül élőben nézhette végig a tanulók munkáját. Az országos versenyen a Kecskeméti Szakképzési Centrum növendékei is megmérettették magukat. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikumában az első online szépészverseny döntőjén vagyunk. A tavalyi év végén a kollégák jöttek ezzel az ötlettel, hiszen a gyerekek csak szeretnék megmutatni magukat, szeretnének versenyezni, ez az adott helyzetben majdnem lehetetlen kategória volt.
de kitalálták azt az online rendszert, amelyek alapján sikerült országosan elindítani a versenyt, sikerült a válogatókat megszervezni, 96 pályamű is érkezett, ezeket a zsűri átválogatta, és a mai napon a döntősök szerepelnek 21 iskolából országos szinten, és mindenki a saját műhelyében online bekapcsolódott, a zsűri pedig egy csoportonként kivetítőn figyelik az eseményeket. Teljesen új, innovatív dolgot kellett kitaláljunk, ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Nagyon sok informatikus vett részt benne az előkészületi fázisban. Jelenleg is az informatikusok folyamatosan monitorozzák a helyzetet, és a közvetítés nyilvánvaló, hogy hibamentes kell legyen, hiszen a zsűri csak így tudja értékelni a versenyzőket. Én az elején azt mondanám, hogy egy picikét félénken nyúltak a kolléganők is ehhez az egész szervezéshez, de utána annyira beleélték magukat, hogy szó szerint naponta 7-8 órát csak azzal töltöttek, hogy hogyan legyen ez megszervezve, precízen mindenki. Ne legyen olyan eset, hogy a versenyző panaszkodik, hogy az ő pályamunkája nem érkezett meg kellő módon. Tehát én azt gondolom, hogy megtettek mindent a siker érdekében. Biztos, hogy van izgalom. Én nekem a legnagyobb pozitívum az volt, amikor elkezdték keresni a szponzorokat. Ugye az nem kérdés, hogy a szakképzés a piacnak dolgozik, és a piacot kell, hogy kiszolgálja. A legnagyobb meglepetésemre a különböző technológiákat és szépészeti anyagokat forgalmazó cégek nagyon nagy elánnal szálltak be ebbe az egész támogatásban, és naponta nőtt és nőtt a fölajánlott anyagok és eszközök sora. Jelenleg a fodrászok versenyeznek, és a kozmetikusok. A kozmetikusokon belül a testfestészet is részt vesz. Igazából minden látszik, amit én látni szeretnék, maga a folyamatot. Látni szeretném az anyagoknak a használatát, az eszközöknek a használatát, hisz maga ennek a versenynek ez is a lényege, hisz tanulókról beszélünk, hogy maga az eszközöket hogyan sajátították el a használatát, maga az anyagoknak az ismerete mennyire valós számukra, hogy az, amit meg akarnak mutatni, vagy ki akarnak hozni abból az adott hajból, ahhoz melyik anyaghoz nyúlnak, és ezek nagyon fontosak egy frizura kompozíciójában. Úgy gondolom, hogy a gyerekek felkészültek arra, már volt egyszer egy találkozásunk, meg tudtuk őket nézni, hogy ők hogyan, milyen helyzetben dolgoznak. Esetleg egy picit tudtunk súgni nekik abban, hogy mi az az elvárás, ami igazából egy online versenynél nagyon-nagyon fontos. Mivel itt összképről beszélünk, ezért én nagyon fontosnak tartottam maga a munkafelületnek a tisztaságát, maga a modellnek az illő hozzáillőségét ahhoz, amit ők kitaláltak, amit szeretnének megvalósítani, maga az anyagokat, hogy jól láthassuk, hogy pontosan mikkel is készítik ezeket. Ezeket én nagyon fontosnak tartom. Követik a trendeket, és én ezért is örülök, mert így fel tudom mérni, mivel országosra nőtte ki magát ez a verseny, hogy melyik az a régió, ahol esetleg egy kicsikét még esetleg jobban kellene az iskolát támogatnunk ahhoz, hogy még fejlettebben tudjanak gondolkodni ebbe a szakmába a gyerekek. Azt gondolom, hogy ha esetleg felszabadulunk és dolgozni tudunk, és tudunk esetleg személyesen találkozni, akkor is én jónak gondolom ezt maga az online teret ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk még egyszer ugyanígy, mert tényleg így sokkal jobban részt tudunk venni minden versenyzőnek a munkamenetébe. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. Megyeszerte gyűjtenek a horvátországi földrengések károsultjainak. A megyei önkormányzat és a Magyarországi Horvátok Szövetsége által indított akcióhoz a Kecskeméti Önkormányzat, valamint a Megyei Polgárőr és Polgári Védelmi Szövetség is csatlakozott.
Érthetetlen a Károli Egyetem döntése az ellenzéknek. Szerintük nem Nagykőrösön, hanem Kecskeméten kellett volna elindítani a tanítószakot. Ezt ma délelőtti sajtótájékoztatójukon mondták. Nagy szükség van a Károli Gáspár Református Egyetem által Kecskeméten indított új képzésekre, a szociális munkás és a szociálpedagógus alapszakokra. Mindkettőt levelező rendszerben lehet majd tanulni, de minden fél évben gyakorlaton kell részt venniük a hallgatóknak. Elmaradt az ingatlanpiaci árzuhanás, amelyet 2020-ban sokan előrejeleztek. 2021 első negyedéve pedig adásvételek szempontjából szokatlanul erős lehet. Alig van olyan ingatlan típus, amely esetében áresésről lehet beszélni. Önkénteseket keres a kecskeméti mentőállomás. A mentők munkáját elsősorban önkéntes diszpécserként lehet segíteni. Egészségügyi felsőoktatási intézményben tanulók viszont a koronavírus minták levételében is közreműködhetnek. Kedves nézőink, hírórával legközelebb, holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm a esti megtisztelő figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!